februárjában, amikor egyébként Fehérváron 3-0-ra nyert a Puskás Akadémia, egy nagyon sima meccs volt az. Jó indítás, Funsó felé, Funsó, Nikolic kéri el, Nikolicnak egy picit hosszú a labda, Kodrónak azonban még jó lehet, és Kodró meg is szerzi a vezetést. Ez gyorsan ment a harmadik percben, 12. bajnoki gólját jegyző Kodró révén vezet a Fehérvár. Úgy tűnt, hogy Funsó labdája nem jó, mert Nikolic nagyon szépen visszalépett és zicserben várta volna. Itt lehet majd látni, jó a labdaszerzés, egyértelmű, hogy nincs les. És itt Nikolic nagyon szépen leválik Szolnokiról, de nem jó neki a labda. És mielőtt Nikolic nagyon... A Ruben Pintónak, Cseri támadja őt meg, Zsulj, stopira. Négó felé az indítás, ez még akár jó is lehet, beteszi Négó, ott a gól! Vezet a MOL Fehérvár, lehetett volna ezt megúszni, Kodró egyébként a gólszerző, szóval meg lehetett volna úszni ezt a mezőkövesnek, hogyha ott a védő tulajdonképpen nem Négónak fejeli ezt a labdát. Onnantól kezdve, hogy Négó be tudta tenni középre, várható volt, hogy vagy egy, vagy két ember közül valaki bele fogja tudni tenni a lábát. Na még egyszer. Ugye lesről szó nincsen, tökéletes ütemű az indítás. Akadémia Ferencváros rangadó előtt. Nikolic. Ügyes. Négó. Középen Kodró és Petriák, Négó cselezget. Kodró! Gól! 4-3 a Fehérvárnak a 80. percben, 0-3-ról megfordítja a meccset a Vidi. Kodró 10. bajnoki gólja. Ki számított erre? 0-3-nál. Nikolic teszi ki oldalra, Négó addig térül, fordul, amíg megadja a meccsen a harmadik gólpasszt. Egyébként pedig hiába birtokolja többet a labdát a MOL Fehérvár FC, azért a mezőny fölénye az meddő. Petriák. Stoppira fejel, az helyzet és gól! Eddig kellett várni a fehérvári találatra. Ki más, mint Kodró? Megvan a 9. gólja Kodrónak a szezonban, a 11. bajnokián. Egészen extra teljesítmény és egy óriási piros pont Kodró leigazolásáért a fehérvári stábnak. Hát azt mondtam, hogy az első gólig lesz nehéz ez a mérkőzés, az az első gól megszület. Na mit csináljon vele Lüftner, Makarenko, Négó, Négó keresztbe, Dárdai. Dárdai csinálja cselt kifelé, Dárdai emeli be, aztán és Kodró gólt fejel. Fejezett a Fehérvár, Kodró az MTK mumusa. Dárdai gyönyörűen csinálta meg a jobbik lábára, a balra cselezett, majd emelte át a labdát. Kodrón pedig egyáltalán nem volt ember. Nem volt nehéz dolga. Próbálta eddig is uralni a játékot a Fehérvár. És itt eléggé zavarodott ugye ez az oldala az MTK-nak, ez a jobb oldal. Vezetője előtt, vagyis után lecserélték őt egészen pontosan. De akkor a büntetők mérkőzésén következzen a harmadik 11-es. Az első kettő bement. Ez is bent van. Ember hátrányban,
megint megszerzi a vezetést a Molfehérvár FC. A harmadik 11-est sem sikerül hárítaniuk a kapusoknak. Radics besárgul, Kodro góljával pedig ismét vezetnek a fehérváriak. Ugyanoda, ugyanúgy középre szinte, ahogy Varga lőtte, ő egy picit laposabban. Kodrónak pedig ezzel ismételten sikerül gólt szereznie, és ez most már összességében. Úgy tűnik, hogy a nagyobb tapasztalat is hozza majd ezt a sikert nekik, ha így marad. Óriási labda Makarenkótól. Ársva visszatáncol, hagyja a hosszú ketten kéri Kodro. 3-1 a fehérváriaknak. Két gólt lőnek ember hátrányban. Két Kodro gól a második félidőben. És ezzel szinte lehet, hogy el is dől a meccs Szabics Imrék szempontjából. De hát érdemes ezt visszanézni abból a szempontból, hogy nem volt eles például. Makarenko passzánál, meg Angya beadásánál is fölmerült ez a kérdés. Hát van, aki szerint ilyen meleg van. Amit szereztek, még a két csapat egerszegi bajnokiának 15.-16. percében. Petriák. Oda kerül a labda Kodro elé, és egy jól, és óriási gól! Némi szerencsével csorgott le pont a fehérvári támadó elé a labda, ő viszont nem vacakolt, és 22-23 méterről egy hatalmas gólt lőtt a kapu jobb oldalába. A 17. percben tulajdonképpen az első kapura tartó lövésből megszerzi a vezetést a Fehérvár. Itt a labdaszerzés, Szendreit kell megdicsérni. Ott két védő is tisztázhatna, de egyiknek sem sikerül. Kodro pedig bevarja. Zimzivadze. Jól fordít. Szendrei. Petriakot futtatja. Középütt Kodro. És most Kodro belövi. Szinte csoda történt. Kodro jókor érkezett egy nagyszerű beadásra. És Szabics Imre tudta, hogy mit csinál, amikor a pályán hagyta az eddig mindent kihagyó Kodrót. Petriák megfutja az oldalt, Sajván mellett jön a labda középre. A lehető legtökéletesebben. Mert kikerüli a védőt, de a kapus nem érhet oda. Kodro. Túl vagyunk, most már 91 játékpercen is. Kodro, és Grófról bepattan, kiegyenlít a Fehérvár. Nem sok hiányzott a kapus bravúrhoz. Kodro higgadt, a harmadik gólja a szezonban. Gróf átkozódik, nem sok hiányzott tényleg. Róla pattan a léc alá. Középre lövi Kodro, számítva, hogy elmozdul a kapus, tényleg elmozdul. És pont úgy pattan a labda, hogy eltalálja a lábat, és aztán onnan. Licsnek is elmondja a bíró. Hát lássuk, hogy megszületik-e Kodro első gólja a Magyar NB1-ben. Igen, egyenlít a MOL Fehérvár Kodro büntetőjével. 1-1 tehát. Hát ha nagy nehezen is, mert tényleg azért kinkeservesen, de csak tud egyenlíteni a fehérvári együttes. És akkor innen folytatódhat majd. És ez így volt a mérkőzés döntő többségében, a nagy részében. Petriák. Visszateszi Makarenko. Megint a lágy ívelés. Kodro felé ott a gól. Kodro két gólos. 79. perc. Vezet a MOL Fehérvár. Kodro duplázni tudott. Mégpedig 6 percen belül tulajdonképpen. Hát a
nagyon úgy tűnik, hogy Salló István jó vásárt csinált ezzel a fiatalemberrel, mert minden mozdulatából az látszik, hogy nagyon érzi ezt a játékot. Okosan vissza a hosszúba.